Segítene valaki? Művész úr? Egy kis ragasztót. A létrán a villámokat ragasztottam bele. Az én villámaim? Felhasználjuk a mai előadásban. Vulkánus és a szűz! Jó vagyok abban is. Nagyon jó. Magyar színészek által ma este nagyszerű és soha nem látott produkció lesz a Volt gyár épületben. A program minden utca sarokra ki van ragasztva, aki olvasni tud, olvas rá, aki nem, kérdezze meg atyafiát! Fejezd gyakorolni! Gyakorolni nincs! Eléptidi! Hagyjuk! De azért nem vettetik meg némi sódarkappan meg szalonna? Mikor lesz már kész a szépen? Privatizálni, mi itt dolgozunk. Ne megint. Magácsokat is akarja. De nem akarom. Róza lelkem nem viszi meg magát ebben a cipőt. Hozzá vagyok én a kondíciós levegőhöz szokva. Akkor bátran vegyene. Kár van eltakarni ezeket a hófejét kertnek. Aj, nem unja. Soha. És Szétné? A feleségem nyilván valamilyen fontos dolgot csinál. Nyilván. Nyilván. Nyilván sminkel. Amit muszáj renoválni, az muszáj renoválni. Ha, 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 ha. Nincs. Igen, meg
adjál gyorsan a konyhára, és hozassál nekem két porciós tél. De jó fokhagymáson, mert úgy szeretem. Ne hozasson már fokhagymát, nem fogok szabolni! Kifosztottak, kiraboltak, hol van az uram kibor? Nem lenne az uramat? Direktor? Hol vannak az ékszerei? Zaciban. És a bundám? Hát az is. Te elszállogosítottad a gardróbomat? Szívem, hát egészen kikeltél. Add elő a ruháimat! Meg lesz minden, csak hallgass! Nem! Figyelj, érezetem, kijelentem, hogy itt hagyom ezt a társadalmat, ha ezt az embert azonnal elnök csapjátok! Vigyázzatok rá, mi beszélik a beléket! Bevétel! Itt ma vér folyik, vigyázzatok! Na most ki lesz még rád, jegyek! Óvatosan frissek, köszönöm! Az egész maradék tovább lettem egy fügyet valamit! Soha nem hagyná így ásítani a nézőket, és miért van ilyen kevesen?
Hát honnan a csodába tudja? Na jó, látja, erről is maga tehet. Azt hiszi, hogy könnyű ezt kitalálni? Lehet, hogy rossz volt az idő, vagy éppen ellenkezőleg nagyon szép, hogy netán halála volt előkelő lassan. Munkaidő, egyházi ünnep, bál, lakodalom, a közönségnek pártokra szakadása, mert mi rálunk fő, az egyik fél pártól, a másik így ezokból gyűlöl, és az ördög ügye, hogy rágy ebélyen fontos. Tűzoltó avatár! Lóza! Maga most maradjon csendben. De akkor is a Vörös Marti Mihály a legelső a világon. Erre iszunk! Miki? Hát mit tudom én, Shakespeare. Shakespeare? Shakespeare! Hát ki az a Shakespeare? Hát mi az a Shakespeare? Hát mit akar a rozánk is? Menjen Amerikába az Istenit neki! Akkor is a Vörös Marti Mihály legelső világon is volt! Jó, 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 jó! Én ezt tényleg el nem vitathatom, de... De? Hát ez unalmas. Hát itt nincs benne semmi pont, hogy játszhatom konfliktus, érted? Nekem nem adhat Isten a sorsot, hogy ilyen kellemes ligetekben csalogányban, lomsusogásban, patak csörgés mellett szirifeljen! Ez a tisztszínházi örökség tekez, dicső örökség, tagadhatatlan, de hát ez elmúlt. Ma már másképp kell játszani. Hogy? Költőket, sőt, direktemben, az is igaz, de realistán, ha egy picit vigyelnének rám, akkor én, hát én szívesen megmutatnám, hogy... Menjen az a fiam is igyekezik, hol terjesen! Nem értem, én csak én nem hallottam művész urat! Te! Az ki van szára? Ezt a hangot? Kérem! Menj haza, fiam! Hallottam! Hallottam! Kérem, de én mindezek kacára csak is? Kérem! Bátran kijön a szintje. Jó, de... Na, lélegzés! Kollégám! Mutassuk már meg meg! Tényleg lesz!
Már mint, hogy... Na, csak vicceltem! Próbaidőre elég megállapodni szóban és fogással. Rendes honoráriumot úgy sem a rendes honoráriumot hallottam is a magyar színházi világban, tehát kit értek el a pénzt, nem? Hát azért... Jó, hát kellett egy csipletem, hogy leírhatom én valahol. Hát persze. Hogy a viar? Kérem, ahogy itt magukat néztem már, bocsánat, ez a kis népies, tényleg. Izét itt az előbb, valami kikottyalt a fejemből, hogy na, hogy gard, meg gardvas, és én gyerekkoromban kartkovács akartam lenni, szóval láttam, hogy van itt egy ilyen egészséges darab nő, meg egy ilyen csinos kis bajszos, meg volt valamilyen kalapács, na bocsánat, de ez az írói szakma átka egyik ötletjön a másik. Kibeki? Igen, eszembe jutott egy régi történet. Jaj, ne. De, tessék ide meghallgatni. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy! Neves Mihály nevű paramhoz, aki feljelentette a tanácsnál a helyvédi kántort, ki jó barátság kínálata, hogy Jámbor feleségét elszállította. A harangozó levélben volt a felelősségre a kántort, aki mellesleg kiszálkozott is volt, mire az kolondát tette magát és fantáziázott, ami az egész város előtt kigavarult. Mire a kántor is feljelentette a harangozót, mivel a szállásomra jön én hajamnál fogva a földre vett, addig fokozott, míg három kántor segéd kivetkeze jutott, hogy bírót magának nem akarvány találni. A kordélyos harangozó másfél mondjára somodhatott, s egy eszendőre feltettett állásával. A kántor viszont, mivel elméjének nagy változása a nép előtt közönségesen tudva levő, elbocsákodott. Hölgyeim, uraim! Igen? Kérem! Egy hős költeményre gondoltam, amiben egy költő van, akit akkor már hát én magam adnék. Nem mondja! Elfogadtam és nyertem! Menjünk végig a darabot, beszéljük meg, hogy ki mi, hogyan játszik el! Hogy hogyan játszunk, azt akarja maga megmondani nekem! Én már most kijelentetem, hogy nem szoktam a szarepeimre egy szót cserni. Ez így van! Én úgyis csak sokóval vállalom, majd a sikeres lesz, megtanulom. Kezemben tartom a szöveget! Hát ez fenomenális! Én is! Nekem alig van szövegem! 10 forint, ha kimaradok. Mit javajognak annyit, legfeljebb nem lesz jó. Nem lesz jó, velem a tízszeretem. Na, kezdjük már! Hogyan kezdjük, ha még azt se tudjuk, hogy kiundjunk be, kiundjunk be? Fogják tudni, meglátják, kiadja a szöveget. Na, kezdjük! Ha megakadunk, majd rögtönzzünk valamit. De ne belegyétek a 10 parancsolatot. Minden színészek parancsolatát! Én vagyok a te urad a publikumon. Idegen tüklei ne legyenek én előttem. Rögtönzéseket ne csinálj magadnak, hogy a karzatod imádjon. A művészet neve, hiába neved Nagyka Indra. Megemlékezzél róla, hogy szeretett otthon is kapni. Orgánumodat kívén. Vigyázz a dohányzással, a lumpolással, a szerszel, hogy hosszú életű lehess a színpadon. Bejátsz mindig a súpolisát. Ne intrikálj, ne tudsz! Hamisságot ne kövessel a te szerződ ellen, klasszikusokat áld neki! Fele barátod feleségét, de ne kívánj! Ne kívánj se szeretőrét, se festékét, se tapság, se toalettjét, se kritikáját, se egyéb jószágát! Tiszti! Ezt ügyetek meg! Hogy a nagy eszméhez, melyet szolgáltok, hívek maradtok végleg! Esküszünk! Esküszünk, hogy... Állj! Esküdjetek meg, hogy testvérekül fogjátok egymást mindenkor szeretni. Muszáj. Esküdjetek meg, hogy ez a nemzet késő századok után tisztelve mutogassa a tört vándorbotot, mely kezetekben dicsőségének útját megmutatta. Esküszünk! Na, arról van látás járás. Jobbra ajtó közében tartasz a kocsmában azt a széket. Vigyázzatok, hogy egymásra ne ütközzetek! A rendezői honoráriumot a kávéházba kérem küldeni! Menjetek! Mutatottál, amely azt mutatja, hogy az első énekben állandó fölébredni fogoly szabadulás tervez. Szóval nincs megének el, hogy kivégyenezett szabadulás tervezett állandó fölébredni fogoly, csupán azért, hogy a meglepetés később annál meglepő legyen. Jó lesz! Persze, jó lesz! Első ének. Szeretnek az istenek engem. Rémítő módra szeretnek. Megajándékoztanak őt olyan ritka tüdővel, mely a csatavészek világrengető dualkodásait illetően elpújjantani képes.
s melyet tőlem minden kátor ingyen. És hogy férfi legyen, méltó-e tüdőlök? Lőn az égi hatalmak iráltal mi hajlandóságából a helységi kovács, vagy mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi? A helység kovácsa! Ti, kik erős lélekkel bírván meg nem szenvedtek a harci morajtól, halljátok szavamat. De ti, kiknek szíve erősebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatkoz, ti kerüljétek szavamat. Ámen! Szólt az állított szent hagyján a mennyszolgája, s az egyház négy fala régi szokás szerint komolyan mondotta utána, hogy... Ámen! Ámen! A nép pedig, mely esti imára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát. Ennyi? Ebben ennyi. Tibi! Most! Jó lesz? Jó, jó! A becsukott templomba csend valahát. Csak két éhes pók harcolt életre halálra egy szilva magon bízott légcombja felett. De óvalsos! A combot elejték! Egy egér fölkapta, s iramlott vele egészen a tiszteletes reverendájába, s lakomázva lassan pók utcára toppant! Mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát? Egy dörgés. Kásának forrása azért? Nem. Ott egy ember hortyog. Hát nem íme, felébredt, miután elhortyantotta magát. Ási, szemei törzsöltve, körülnéz, persze majd. Látik, sejtése pókán. Éles eszével azonnal átlátta a dolgok állását, és ezt mondta. Bezártak. Na még egyszer. Bezártak. Na még egyszer. Bezártak! Aztán téged hívott segítségül lelki jelenlét. S kére, ne hagyd el, s te nem hagytad előtt. Hogyan szabaduljak? Jó, próbáljuk meg neki, jó? Hogyan szabaduljak? Kiabálni hiába. A helyiség innen legalább fél órányira fekszik lenn a völgy tekenőjében. Kiugorjam az ablakon át? Az igaz, gyerkőce koromban gyakran ugrottam le a cseresznyefa legtetejéről a csőszagot érzék. De az már régen volt. Azóta 52-szer értem meg a krónikapálást. Lelkem hüvelyét a férfi. Lehet, hogy teszünk alá egy zenét. Miért? Miért ötleti? De nem kell zene. Én vagyok. Jó. Lelkem hüvelyét a férfiúság kora megnehezíti. Más kell kitalálni, vagy itt töltöm az éjszakát, s az nem lesz mód nélküli mulatság. Komolyan nézett a híd levegőnek egy pontjára. Na! Megvan. Na. Megvan. Rikkanta. Megvan! S komolyan szára derüljött! Megvan! De kíváncsi világ joggal kérdi, mi van meg, ugye? Hegyezd hátfület, kíváncsi világ! Lantom neked, ez engedi a szabadulás tervét, te jössz! Jeles terv! Illői okos emberhez. Ti van, legyen szíves! Sikerülni fog, mert sikerülnie kell. Csak óvatosan, hogy mész. Óvatosan! Szépen leereszkedem a harangkötélen. De ha megkondul... Hát majd úgy intézzük a dolgot, hogy gondolni ne tudja. S még a bölcs férfiú tervét teljesülés koronázza? Na, ugye? Köszönöm, most akkor figyelj, mit tegyek. Nem zavarok? Éppen végeztünk. Jó, akkor Divikén a társulatot nagy szeretettel legyen. Hívás színpadra mindenki befelé egy-kettő! Valami baj van? Nem, éppen ellenkezőleg. No, hogyha itt van mindenki, mondom mindenki, akkor van egy jó hírem és egy rossz. Muszáj! Megjött a meghívó, jövő héten mehetünk mezőtúrra. Sajtasz! Muszáj! Aki benne van a Sándor darabjában, szerződtetek. Kérem, hát mindig benne van. Erre is szó. Jól meggondoltátok? Mezőtúrra ezzel? Hát miért? A darab jó? No. Hogyha sikerül bepróbálni... Hogyne? Na, jelvezek, bepróbja, mindenkinek megvan. Hogyne? Marna fél pár sárga csizma piros trikonnal. És a városi? Mindenki a szép most a
nem vagyok én kollus. Hogyne, hogy azt mondhassák, hogy honoráltad? Hát nem. Akkor inkább játszok ingyen szívességből, még éjjel nem tömlök a takarást csinálja. Hát ez aztán gyönyörű. Nincs egy vasas, ez érzékenykedni, sértődgeti? Művész úr. Hát örüljön, hogy van miben megélnie. Aztán majd ha betetszik futni, na akkor húzza fel az orrát, egy forintot. Ennyi pénzére szamásra hajlandó leszek szülni, nem hogy egy okkal liber, mint én. Jaj, az a pénz! Annyi, amennyi. Hm? Jó, legyen. Most az egyszer olcsó ér is, mert a színész mutai töm is és virágtere, a színész élete, öröm és gyötrele. Bűvös szellemkezek vezérlik népeit, lepleznek gondosan az élet terheit. Szép álmod álmodik, öröklő hírnevet, szellemed eljárja a földet és eget. S mi hírnevéről szép dolgokat beszél, sírhalma pázsitát, szokomza sír a szél. Ezek szellemében! Újjaj erre! Szeretem a színházat. Kész a kávé? Van, mert a legrosszabb darabban, a legrosszabb rendezővel, a legrosszabb szerep is jobb, mint a világon bármi más. Ugye, Sanyi? A kávé. Emlékeztek? Régen Pesten virágvasárnapján szokott megindulni a nagy színészvándorlás. Rikító színes napernyők, hihetetlen formájú világos kalapok, feszítő vidéki dívák, naivák, drámai bősök lepiked ilyenkor a kerepesi út aszfaltját. A színészek ilyenkor búcsúztak el egymástól, ilyenkor köszönt el Rómeó Júliától, hogy átszerződjön egy másik trupphoz Rómeónak, egy másik Júliához. Jöttek a színi igazgatók is mind az új primadonnákkal, az elsőrangú színészek pedig kiálltak a Pannonia elé a kávéházi teraszra, és ott kellették magukat. Csak az elsőrangúak. Ha, 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 ha! Süt a nap, majd fúj a szél, vágnod színész útra tér, hegyen bőnyön halad a szekér, nóta szád, amerre jár, felel neki a madár, magyar gatol hangos a határ, magyar gatol hangos a határ. Hideg kiszó csillagát viszi hét határon át, jó kedvűen vándorol tovább, sorsa bármi nehéz, bátran a jövőbe néz, s vida megy előre, kerekeire, hogy a szó legszentebb értelmében minden szád égésnél meg kellett állni, és levas belállni a különközön, gyanakul írós vajat, hogy kemékenyére, akinek gondolom. Jaj, nem értek, nem rátok, hanem a rossz szerzőre, mert van-e szánalomra és irgalomra mérdezett állat, itt a rossz poéma. Nem mondjunk bántani jó társaimat, nem is kell, már színész vagy. Igen. Ne szerződni. Na, színész születtem vidéken. Oh. Jártál te már mezőbe rénybben, barátom? Elfogadóságba akarsz tudni, akkor oda menj! Szép nagy palaszváros, mecénás vagy tanult ebben egy cselapja. És mindjárt a határában az orrodat jól megoktak, különben a kutba jövő szalomat annak jelent. Te hízzon tisztódalot is. Azt ellen mégis olcsóvány csak úgy csörög a bordája. Ha vesznek is könyvet, azért vesznek, hogy bele szalonnáknak. Színész születtem, s hamar beleszoktam. Szállásadónak Vargáni asszonynak 2 hét alatt, 2 heti koszt fejében egyből adósa maradtam 22 forintat, melyre magamat okvetlenül köteleztem. Addig is zálogba maradt nála 2 pár fehér ruhám, 2 lajbim, 2 csizmám, 1 törölcső, és 1 aranyos rámájú kis tükör. Ezekre magamat okvetlenül köteleztem. Petőfi Sándor, karkötelezett segédszínész, április 7. napja, 1843. Kecskemét. Na, folytatjuk! Igen, folytasd!
helyben már több foglalva. Kié a helység leglátogatottabb kocsmája? Még ékesek kocsma birtokosséja, a Szilán Sándikán, a kántor, s mi buszdika merényének, végbevitelének, stb. 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 Második ének. Regényes domb közepén a helység nyugati részén, környékezve családtól, s a növények más ritka nemétől áll a díszes kocsma, melyet sajátjának nevez Isten kegyelméből, s hát egykori férje szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony. De! Honnan ez elnevez is? Erzsók asszonyom ékes volt kerek arcán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja derek. Vannak, akik állítani merészek, hogy Erzsók asszony arcát nem a szende szemére, hanem a borítal festette hasonlóvá a hajnali bírhoz. De ezek csak pletyka beszédek, mert Erzsók asszony nem is hisza a bor. Csak úgy önti magába. Mégis bájos valami. Mint a pipasból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjféli holtsugár. Ennek okáért látogatá őt az egész falu népen olyan szorgalmatosan kivált vasárnapi délnek utána, s ott nagy mértékben vigadozott. Hát, ma is így megy. Ha, 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 ha. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik. Jelen volt közepett a vendégek seregének a helyvilágy szívű kantor. Torkának szárazságával, s szerelem bágyas keverének tenger kínjaival, üt ugyanis a szemérmetes Erzsókért öröműző lángok emészték. Mint a vérrostályok emészté olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítási csatánkban egymást simogatjuk. Nem maradhatok el mellőle, magarja uram sem! Aki a béke barátja és a csizmacsinálás érdemkozott a művésze, az oldala mellett bort örtölte harangláv, a pongol lelkületű egyházfi, ki mikoronta bakarja uram, e kérdést terjesztette elébe. Hát feje nagykom ahol? Így hallotta a választ. Ott van, ahol van. Ha nem itten nincs, s ma alig lesz. Nem sok? Nem. Bakarja uram pedig csak üle. Olyan formán nézve, mikor nézni szokott az ember, ha nem érti a bottól. Megnyílt a közben az ajtó, s lett szényes az ő nyílása, mint szája a helybéli lágy szívű kántornak, mikor éneket énekel a soksípú orgona mellett. Na de ki volt ki az ajtót, ki kinyitotta? Nem más, mint... Mihez Csepukató! A tiszteletes két mencsik ajánlát, jó kedvű abrakolója! Vigyázz! Jövő nyomban utána a hangásztor, ivadéki a hősi seregnek kihajta. A harci tisztőség vérfestett a pamérjait, oly nagyszerűen kanyarítá, hát nem szűke fejére meg. Nem szűke fejének göndörhajára! Mit és Csepi Parkó pedig? A tiszteletes két mencsik ajánlát, jó kedvű abrakolója! Vigyázz! Így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Tibor! Még egyszer! Vitéz Csöpi Balgó pedig! A tiszteletes két percig ajánlott jó kedvi abrakolója! Viva! Így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Bart! Azonnal! Hozd rá Peti a fűzfát, kicsunodat is, aki megáldott! Horrá!
is lakatott a szemérmet, Erzsók nagyon is sok tavaszi pályaihoz. Arculata lelki tusának volt tükröző. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Ó, gátlónak! Hát elmegy a nap, megjön az alkon, utána az éjjelőnek a csirkék és a rudat, mielőtt ügyes eszült termüknek drága gyümölcse megérik! Gondolja meg azt komolyan, s ne csak úgy átavotálva, hogy századok adnak terkírt erre egy ilyen pillanatot! Előre hát, hogy az alkalom elmesik olyék, miképpen elsikliknél a halahalászta karma közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba firkó, rajta azért okkáltam uram! Most? Vagy sohasem! Miért engedni helyet kevelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a gyűrű csapában? Ó, te tudója szívem titkának! Igaz, egy betűig tartalmat beszéd ittnek? De ha az emberek itten észre találnák venni? Ott a pofonvált a szemérmetes Erzsók egy szörnyű melényén? Meg hát a feleségem, a Márta! Az Amazon természetű! Bátorság! Aki nem mer, nem nyer, ugye? Ugyan? Hát akkor... Ezzel a helybéli lágy szívű kántor fölemelte! És letette a kancsút. Csak hogy mikoron fölemelte, csordult így valaz, s amit ő letevék, üres valaz valamivel. Üresek sebeim most, mikor ezt éneklem, nagy lelkesedésen költődődött le. Ennek utána a helybéli lágy szívű kántor egyetlen a tarja szívét! Kétségben se telszántsák annyit, aki idegődött életében először használ! Oda rontott a szemérmetes Erzsókhoz! Ezt maga írta. Asszonyom az Isten érte. Vigyen el az ördög! Aki abba hagyja, föl lesz írva. Te csak hallgass, minek is vállaltam el, megmondták előre. Művészre egy kávé. Akkor most szünet? Igen, akkor szünet. Nem szégyeli magát, mi? Megírni egy ilyen nulla szerepet? Ilyenkor vagyok én ide szerző. Csak írd magadnak, gyújts vele pipára, próbálja a papit, ne a közösség türelmét fárasztani, keressen más tragikát, érezd a szerepet, nem játszol! Hová gondolod? Nekem ilyen szerepet, alig a szövegem, az is belső lesz! És nekem így, szemtől szembe azt mondják, hogy 55 éves! Hallod ilyet valaki? Ez a szerep az úr művével, nagyon művészi, de mit nekem az urak művészete? Nem játszom! Reket vagyok! Tibor, hozzon a feleségemnek egy kis kávécímot. Na mit állsz itt? Nem hallod, hogy reket vagyok, hogy alig bírom beszélni? Aj, Jolán, kérlek, nyugodj meg, jó? Nem! Nagybányán is azt tettem, amit parancsolnál, és mi történt? Nem tettem, kifügyültek! Nem, édesem, én itt nem vagyok hajlandó megbukni! Reket? Alig tud süsogni! Erre iszunk! Rettenetes! Meghűltem, sajnálom, az orvos megtiltotta a beszédet. Tibor hozzá a bőröntömet. Asszonyom, csak az imént kérdezte tiszta, csengő hangon, hogy mit éle szerencsétlen furulyás írta ezt a darabot. Sajnálatot ettem. Tessék elhívni, hogy én tegnap sokkal betegebben jártam. Még most is egy kicsit gyönge vagyok, ami tetszik alani, még köhögök is. De hát mit lehet tenni, művésznő? A közönség elvárja tőlük ezt a kis áldozatot. Elutazom Kolozsvárba, Komáromba, tudom is én, Pestre! Pestre? Na, kell lesz is te Pestre! Folyvás, kirekked, folyvás, mereked. Ez nem furcsa. Az úgy az igazgató úr ezt eltűri azon nagyon sokát. Én nem! Maga is inkább a szeret tanulásra törődne. Arra való a súgó, hiszen nem is igazi művész, aki a szerepét megtanulja, igaz, Tibi? Mondta már magának, nem súgó. Az a tudós, aki a súgóból kihúzza a szót. Magolni minden szavát. Igaz, igazgató úr. Igazgató! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Röhögnöm kell! Sok elkényeztetett színész. Mi elkezd kikopni a jobb szerepekből, azonnal igazgató lesz. Sorolja! Megkérlek! Most aztán már tényleg! Végül is milyen alapon csinálja ezt velünk? Na, a kisasszony csak hallgasson. Az is tűrhetetlen, amit a kisasszony velem művel. Egyszer ellopja a pirosítómat, egyszer korommal megtörtve találtam
becsülöm a kisasszony tehetségét, de mégiscsak én töltöttem el több időt ebben a szakmában, és engem csak is vezető szerepre hívnak. Ha hívnak? Maga egyet lefegezze, és nem hagyom, hogy egy ilyen kis kezdő kibolyózzon. Kezdő? Még hogy én kezdő? Színésznő, maradodás, kő, nagy képűség. Na, azt hiszem maguknál ezekben a témákban nagyon szakértő nem létezik. Tudja, mit szeretnék én ellesni magától? Azt tudja, természetes, hogy gesztikulát. Egyszerűen csodálatos, hogy előre hátra mozog a fej, sőt, a válla is miközben beszél. Ez egyszerűen elbűvöm. Te kis hülye vagy. Jó. Van köztük elég söpredék, de hol a föld, mely virágot és tudvát együtt ne teremne? Hol osztály, mely csupa jelesből áll? Mert ha mi elhanyagoljuk a földet, vadságra hagyjuk, a termékeny jó földre oka, vagy mi, hogy több gyomot terem, mint hasznos növényt. Nálunk ez a vidék a színészet sor. Üzzük szépen egy szarbalék csapatokat, és akkor egy hitvány kénytelen lesz levégni azon deszkákból. Megkevesbül a kóbor csapatok száma, és lesznek kevesebb, jobb vidéki társaságok, művelődő és üzlés fognak terjeszteni. Változás. Éljünk. Barátok, én nem szoktam hinni, de itt az ember akarja akarata. Ide figyelj! Egy vezetőszínésznek jó fellépésűnek impozásnak kell lennie, érted? Hogy az utcán is megsüvegeljék, a társulat pedig különösen a fiatalabbja nézzen föl rá, érted? Tegye őt példaképül. Na de kiknek? Ezeknek? Szerintem igazán rendes a társulat. Társulat? Rendesnek rendes szó se rólan ad a társulat. Öcsém, ha már nincsenek jó színészek, egy se, érted? Egyetlen egy se. Ha még hogy egyetlen egy se, akkor például az... Ki? Hát az igazgató. Nem félsz az Istentől, az egy amatőr. Hát lehet úgy játszani, mint ő. Hát szabad!
kifejező ereje. Én még egyet iszom. Na is, Fáncsi művész úr! Nem vetted észre? Nem szívvel játszik az, hanem észre. Pedig az igazi színész, mondom, az igazi, a vérével, az idegeivel játszik, érted? Búzatot akárki játszott, de tragédiát játszani. Ezek nem képesek sem öltözködni, sem nagyokat kiabálni, sem búzba vágni magukat. Ezek színészek! Ezt megjavom. Jó, igen, ez igaz. De azért az is igaz, hogy nagyon elfogultnak és részrehajlónak kell lenni, ha valaki nem látja be, hogy például a Róza kisasszony... Akár egy darab jég! Egy darab fagyott hal! Szívjük már nyerni! Na, művész úr! Jó, van valami kis tehetsége a nőnek, nem mondom, de nincs benne tűz. Mi az ő játéka? Mi? Egy adag pisztácia fagylat és egy pohárka limonádé. Még hogy színésznő? Mi az, hogy színésznő? Ilyen szó nincs is. Színészek sincsenek. Miért levelek itt a rád színész? Fordítoz a lábai volt a pog ennyi. Jó, halkap a művész, hogy mindenki magát nézi. Erre klasszikus színész vagyok. Játsztam Kreont, erre kocintunk, nem? De. És igenis megkövetelem, hogy a szemművészet művészet legyen. Az én időmben még mindenkinek kellett tudni játszani. Egyszer-kettszer, amikor megbetegedett az egész rész. Na és! A súgó játszott a alumra, a balumra, a bizony. Mi még komolyan fogtuk fel a művészetet, nem úgy, mint ezek. Előfordult, hogy délelőtt Vírkirályt kellett játszanom, este meg Coriolanus, de úgy, hogy az egész színház reggel a tapstól. Azt mondom, jó. Ki lehetne füstölni innen ezt az egész társulatot, és új társulatot létrehozni csupa szép és fiatal lányokból, akár táncolni. És azokkal adni az Otellót, na attól majd vágná magát a kurimot. Művész úr, egy utolsót? Szállnak. Hetedik. Akkor bizony a lévésen teremtücsebb becsülettel működik, hogy miért fejezhetem. Azt hiszitek, hogy talán a bor miatt ne ígyétek, édesatyám fiai. Nekem a bor nem szokott megállt. Következik negyed óra. Nekem a bor, hogy még épp is ártanak. Ázsiába voltam borlak a tóna. Úgy víz, aki fölmarkolt a katona. Pedig makancsos volt a halama. Útmutatás, tehát ne is hagyjatok. Szembe a vitátájára sem hallgatok. Ornán fogva senki engem nem szivál.
cenzúrnak egy kis munkára esik. Még azt gondolnák, így vívom ki a jobb szerepeket, szégyenbe hozhat ki. Még azt gondolnák, hogy nem vagyok rendes színházi tolnok, hanem csókért írná, ha jól mondatokat. Akkor kicsi költöm hunnya veszem, és írhat majd bátran. Kérlek benneteket, ugye nem fogtok haragudni rám, hogy a helybéli lágyszívű kántor szerelem vallásáról drága figyelmeteket másfelé kigázom, mert ím elejét! És kutya vaja, hála a menny urának! Most egyenest a szerzőmentes Erzsókhoz rohanod, jó? Erzsókom, szívem műhelyének örök áthentása, te! Hát nem, de ő is epekede vár leám! Amint én várom a tiszteletes tök kontójának megfizetését, amelyet nála hetenként kunyerálok kiába. Még mi sem fejezi? S megírom, légy, fut egyenesen a személyemetes Erzsók! Nem is olyan sok tavaszú bájaihoz, jó lesz? Jó. Nagy jól, Erzsák! Nem felé volt a lapkombóca piroskot, de ó, te piroskot, hát miért vagy te piros? Mi aranysugaraidat megleszesünk, mint a borz emberek orrát! Húsvágyat! Nem a szégyen, nem is a harag az! Csak én tudom ennek okát! Én, akit böldöntünk ízét, böldöntünk ízét beadottam! Húsvágyat! Vésznek előjele ez, mely még ma lesújt a világra, mert, és ezt ne feledje senki, helybéli lágyszívű kántornak felesége jaj! Még nem ivott meg ma többet egy meszely pálinkára. Így állott a világ, amit ő a szentegyházi fogoly. Megfogta kilincsét a kocsmai ajtónak. Remegett hűszíve erősen ilyen könyörítől. S benyitott a terembe! Ámod csak a béke barátja magarja levéjét észre, s őszinte örömmel itt vezlette kiáltva. Adjon is egy jó napot, fejlentom a hákert is el! Ezek voltak a béke barátjának szavai, de feje nagy, a helység kalapácsa a jó napot adjon Istenre, nem mondta, hogy fogadj Isten. Nem mondott az sem. Csak látod! Miért is nem születtem vakon? És általjában miért születtem? Ott látta térdepelésben a helybéli lágyszívű kárkor a szemérmentes Erzsó! Ki nem ott hány éve? Lábainál elátványos szívét! Pokolbeli kínnak 136 ezer bicskája hasította keresztül! Áááá! S felgyújtál agyvelejét a haraglat cintmasinája legott! Mert a helybéli lágyszívű kántor gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavakat. Szemérmetes Erzsók! Koronája az asszonyi nemnek és kezelője a bornak! Lesz-e engedelem számomra szívedben? De nekem már mindegy! Akár van, akár nincs! Kimondom, mi fúrja oldalamat, kimondom, igen, nem holmi cikornya beszéddel, hanem az érzés egyszerű hangján!
Lelkem kápolnájában a hűséges szerelemnek, az örök létnél férrőbben hosszabb gyertyája lobog, szent lobogása. S te éretted lobog az ó szemérmetes Erzsók, s ha meg nem koppantod, a viszont szerelem koppantójával el fog aludni, s vele el fog aludni életem is. Itt várom ítéletemet, mondja ki szűz ajakat, a reménység zöld koszorúja övetzelje homlokomat, vagy a kétségbeesés bunkós botja üsse nagyon. Én ütlek agyon! Ha? Én ütlek agyon! Szúr! Nem! Nem, mert mennyi törgött egy hang. Én ütlek agyon! De előbb még téged volna a kérdőre, Erzsók. Mondd meg nekem, hogy a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanság pacsolat lepedője borítja a lelked. Ó, szólj nekem erre! Te szemérmetes, Erzsók, nem szól a rád. De tengervíz színű szemének bájtós kifejezéséből ez csillapizálta ki mennyei kéjjel a színes tengerén. Ó, feje nagy! Elségünk van a pálcos csapraütője színem hordájának. Itt kételkedem! Én ártatlan vagyok, mint az izé! Köszi, Tibi! Tényleg? Biztos? Így? Akkor megbocsátok, de kántor! Téged veszek elő, készülj a meglakolásra, rémséges leszel, valami rémséges a bűn, amit elkövetél. Például adok, milyen a késői unokák, hogyan kell az ártatlanságot elcsábítani, hogyan kell Konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta búzája közé. Csak addig várom, míg egy szócskát, egy bűszócskát mondok, aztán verjen kell, mert agyom. Beszéljen, kántor uram, mentse magát. Bűnös vagyok egyrészt, nem tanadom, mert nem szeretném a szemérmetes Erzsókot. De tehettem el róla. Ó, a szerelem nem olyan portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. De szerelmem, én pikkoltam volna örökké. Ha észre nem veszi, harangná. Ő észrevevé, és ő bújtott a tüzet. Mi oké? Mi okélben? Hát erről nincs tudomásom. De ő volt ki ma. Midőn az isteni tisztelet alkalmával kegyelmet az álomnak karjába hajolt. Ezt javasolta. Zárjuk kelmedre az ajtót, s így zárva a levét, ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál, és én, Balga, szavát megfogadnám. Mi? Mit megfordul a részkakas a templomnak tetején, ha más tájról kezd bújni a szél? Ki? Úgy vett más fordulatot, és irányt a kovácsnak lelke, mikor ez szó érinték. Mit szól Kend ehhez, haranglám? Igazolja magát, Kend? Vagy úgy csapok kültőről, hogy azonnal megsüketül? Igazolni fogom magamat! Nem, ha remegnék a Kend fenyegetéseitől, jobban felkösse gatyáját, akitől meg kell jelnie, de érti ezt, Kend? Minden szó igaz, amit Kádor uram szólt, aki... Ami most jön, az csak szerepel igaz. Mellesnek gyáva, puhány, haszontalan ember! Úgy hogy mi ma szugrán hallott? Én bújtogatám őt, hogy csapja le a Kent kezéről a szemérmetes Erzsókot. Nem, te tudtál, hogy itt a kukoricam ölőnit! Ugyanúgy-e? Hát Kent azt hiszi, hogy én szeretem Kentet a valamacska pofájában. Micsodámmal? A valamacska pofájában. Macska pofámmal is, te! Ki nem mond? Sünnisznó! Aki kovácsnak tartja magát, pedig halni bádogos cigánytól tanulta a kalapálást, te! A messze szégyemet is jalázni mellett a hívvány templom egét! Na megállj! Úgy meg kalapállat! Úgy megütötte! Ezt ne csinálja, aki kitalálta! Mondom, úgy megütötte! Óvatosan, Lajoskám! Legyen! Úgy megütötte az orrát, akire kimutyant! Megoldjuk! Erre haranglám ügyesen leütött a fejére a kucsmát! Mi? De dobol! Szóval leütöm a fejéről a kucsmát, s megkapva a hajának, mint az egyéb! Hát ebben az esetben annyit, amennyit? Hogy is!
mint a lepuskázott vadlúd a tó közepén. Ám most jött a hadnehat! Amit ün a mit is, Csepi Pankó! A tiszteletes képmencsik ajánlnak jó kedvű abrakolója! Kíván! Láttál! Hogy komolyabb kell lenni a tóra fordulata! Feje nagy elterve serénye! S magát frigyes társának ajánlá! Ne féljen semmit, mester uram! Mit vagyok én is, mester uram? Lett erre rúgás! Harapács! Eloldalkodt a kocsma teremből, mint eltűnik a napnak sugara. Még korai lenne, mert arra a honi nézők nincsenek megérve,
művészeink pedig képezve, hoppá! Ezzel kezdte. Nem ezzel kezdte? Hát fizessenek engem is úgy, ahogy őket fizetik, majd én is játszom úgy, ahogy hülyesek. Így van, pénzért bármi, akár még jót is. Csak kispénz, kispénz. Pénz, 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 mindig az a pénz. Így akartok példát adni Magyarországon, hogy egyfolytában azt a romlott erkölcsi nyugatot majmolnám. Rózsa, mit csináljuk? Ezt szeretünk romlani. Akkor miért nem eszi már le azt a mellé? Nyugodjon meg, Rozika! Mi is tudjuk, hogy a haza erkölcsét és szokásait megőrizni nincs hathatósabb eszköz a játékszínűen. Csak viccelődünk ki. De ha maradnak ezek a méltatlan művészeti állapotok, akkor mi ez azokkal, akik a hazában szerteszélyen bújtósó vándorszínészek kövesnek életüknek mértéket? Mert ezek pénztelensége és romlott erkölcse egyetlen nagy talentumot sem hoznak kísértésbe, hogy a játékszíni pályán akár mint író, akár mint direktor, akár mint színész fölemelkedjenek, és azt megvettetéséből kiemeljék. Hú, ez szép volt. Lesz még idő, bár sokára, amikor a magyarul éneklő fők homlokára borostyánál kanyarul. Lesz még idő, s tár nem sokára, amikor a magyarul éneklő fiúk matába bankó teljes tárca hull. Lesz még idő, bár sokára, amikor a magyarul éneklő fők homlokára borostyánál kanyarul. Lesz még idő, s tár nem sokára, amikor a magyarul éneklő fiúk markába bankó teljes tárca hull. Van ugyan néhány tehetséges tagja a társulatnak, prekarikai játéka például egészen kiemelkedő. Igazság! Igen, tehetséges. Belőle válhat még valami. Válhat? Mi az, hogy válhat? Ez azt jelenti, hogy tehetségtelen vagyok, ugye? Hát köszönöm szépen! Én ezzel a olvasás után nem játszom, ne vagyok gyalázva! Figyelj, te csak! Levelek írott beszédével, szavalatával merő egy skandalum! Ő tiszteként nem, hogy a nyelvet mivelné, hanem inkább azt napról napra torzítja. Ugye, ugye? A gyakorlatot? Na, a gyakorlatot? Á, mondja szépen, kicsücs. Ez a kettős mindig ezzel szépen teszi magát velem, és ettől boldog. De fogadom, hogy se tudja, hogy kik vagyok. Gyerekek, én 30 éve tolom. Szerintetek érdekelt valaha is egyetlen kritikust Fáncsi Lajos színés sorsa? Lajos! Egy ajszak! Jaj, Lajos, ne bosszantsod már föl! De már fel is bosszantottam! Ugye nem hiszed, hogy nem élvezik, hogy a mucsai példázgatásaikkal a hátakra üssenek egy nagyot? Tisztelettel és elnézést kérve! De mi önzetlenül, szegényen és szörnyűséges körülmények között végezünk kötelességünket! És miért tudtasak majd ebből is viccet csinálni? A tisztelt kritikus uraknak és úrhölgyeknek pedig azt ajánlom, hogy nézzenek szét Pesten és foglalkozzanak a maguk ottani színházi botrányaival, van bőven! Na erre ígyatok! Rágyújtok! Ha a lapcsinálók okosabbak volnának, a publikum is okosabb lenne. És ha a publikum okosabb volna, nem olvasta a lapot egyáltalán! A kritika olyan, mint a román pacolleves. Lehet jó, de valami bűzemény. Még egy okosságot? Ha a kritikusok nem volnának, a világot a legjobban utálnám a tejfölös tormamárás. De így azok ki az elsőbség, és csak a második helyet fogolja el a tejfölös tormamárás. Köszönöm. Összegezve, a társaságnak egyetlen egy mutatványa sem volt emlékezetes. Sem a színészek, sem az író-rendező, nem képes túllépni az unalomig szokott közhelyeken és a kétes ízlésű bárgyú vicceskedése. Hát ez van. Sándor, igaz, hogy Pesten is megbukott egy darabja? Hát... Lehet, hogy megbukna műben, ha adnák, de nem adják, sőt, például...
nincs egymás után három jó mű. Méltatlanság volt, azt meg nem tűrhetem, a darabot visszavettem, de most olyan helyzetbe kerültem, bocsánat, hogy nyugodt szívvel tűrném, hogy üres házakkal bukna drámaiságom. De azért mi folytas? Persze! De csak akkor, hogyha van hozzá kedved. Tessünk neki! Lajos! Ivor, hozzá a táblát! Jó, várjátok, álljátok meg egy picit. Köszönöm, tényleg. A mutató tábla végül azt mutatja, hogy a szörnyű dolgok végre véget érnek, és a költeményből is egy szörnyű véget ér. Negyedik ének! Hát merre odarja, ura? Hát test épületének élő oszlopai! Hát merre szabad kell gyors szaladással, mint a húgni golyóm is? Hát férfihez indik megutamodni a harci beszédből. Hát megkárhoztassuk a játékot. A gondviselést a kiválasztott embereknek, ki elhárítani termett a végpusztulás falujáról. Ezért is nevezi őt a világ a békebarátjának, nem? Hát ezért is intézik tette irányát a bírói lakás. Ám hallgat találsz a békebarátja a kevésszabú bírót. A bölcs aggastyán ott a feküvék testének egész hosszában, köszi Tibi, a pangalkon, papadon, párnáú ködömöne szolgált, az öregebbi. Pagarja ugyan megröpte az oldalbordáját, hogy az állam sűrű ködét szétoszlassa szeméről. Ám korán sem volt könnyű munka, sokat bajlódik vele pagarja. Ah!
természetű Márta épp akkor végezte szomszédnéjával pörít, mely onnan mered, hogy... Róza! Róza! Jövök! De akkor a Csepi Palkó? Nem tudom, mert kitaláljuk később. Szóval, amaz a természetű Márta akkor végezte szomszédnéjával pörít, mely onnan mered, hogy... Annak a rossz lejtű szomszédnémnek az egyik csukja az agyon ütöttem, mert a fonton az én csirkényim közé járt, azt elette előnök az által. Képzelni lehet, mekkora volt dühödés az Amazon természetűnek hallatlan kára miatt. De az már képzelni lehetetlen, hogy mekkora lett dühödése, amikor a helybéli lágy szívű kántor csőnyét elmondta feleségének. Mekkora? Akkor ahol szólni akartál, szó elakad igény. Szemelél szívű, de torculat a kék! S remegett minden tagja, mint a kocsonja! Körbenézett vizsga tekintettel! Mellette ott emelte Seprinél az önragadáig! Bőszülve kiálltál! Szólt valahára! Amit ő a helyi világszínű kántor a feleséget! Magarja a vége barátja! S a bölcs akastján elértelek a csatahelyre! Iszonyú vala annak látvány látása! Több poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette busomba tűnődött egy leharapott fül! Az Amazon hős elszántsággal törte magát át, míg nem férje. Óham! Istentől elfakadhatott mennyországhoz háttal fordult barátan iszből tisztáltal a pisztából uralni. Ha megkapnak, úgy csapnak, hogy a fület lehetünk. Így hívtől hallanunk, áruló barátta mesterére, melyiket sorgatta, akartani való rossz ember. Nevelék volt egy korái, mint bolondság, mint lakosság. Való hívott mesterére, hogy a pozsonyi hóvért a vállal fogott csinkított nyelésében legyek, mert a darabokat uralni. Azt is csak azért, hogy a pornak hazamenni. A beállott rendet
mert nehezen tűrő pondor lelkületű, s a helyiség kalapácsa egyszerre kívánta fölterjeszteni bőrét. Mit kérdezik? Sehonnan is bizony! Most, elég! A bíró megdolgálta kenyén keményen az egyházfit. Feje nagyot a helyiség kalapácsát pedig kisbíró által kalodába csukatta. Ott nyögheti majd fájdalmát hősünk ki, azzal vigasztalja magát, hogy az elleneit megverte vitézünk, de hal. Onnan az Isten kiszabadítja. Megkéri azonnal a szemérmetes Erzsót. Te pedig Lantomnak, úrja, pihenj! Nagy volt a munka, de bevégezted emberül a munkát! Én is pihenek babérjaimon, melyet a dicsőség borzas főmre kaszál. Most akár ma megássa gödrömet a sírás, a bánom is én, azért élni fogok, ha eljön az irítség letépni babérjaimat, mert magasan függenek azok, mint zöld marci. Sötét zsákjába dugand a feledés, felhasogatja sötét zsákját a halhatatlanság fényes portvája. Én csak akkor veszem át, hogyha tudom kitől, úgyhogy bátran. Hűha! Egy kiadó. Az összegyűjtött összes. Kiadják. Bőrködésben. Példány? Az úr, aki a levelet hozta, azt mondta, fogadóban megtalálja. Jó, 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 köszönöm. Tibor, kérem, hogy hívja be most a társulatot. Sándor? Gondolkozz? Légzés. Sőt, most is tudnom kell, mert ilyen... Nincs, értitek? Ez iszonyú... Mi lesz az előadásra? Ne haragudjatok, ez rengeteg pénz, hát... Én leszek az új Vörösmarty néhány! Mert 6 esztendeig voltam, Istentől és embertől elhagyott, földön futó színész. 6 esztendeig. 2 sötét árnyék. A nyomor, és a lelki fájdalom, és hát mikor? Mikor? Hát az élet legszebb szakával, amikor csak a fiatalságkor, amikor csak az örömök meg vagy ítélve 16-22 éves koromig, nem? Hát de, jó, hogy így történt, nem? Mert aki boldogtalan nem volt,
S jó, hogy én rövid idő alatt szenvedtem ki azt, amit más egész idő alatt apródonként. Mert minél borúsabb a tavasz, annál erősebb ősz, s telet remélhetek. Papofa 10 perc farkas szeme. Mindazoknak, kiket talán sorsom érdekel, hogy tiszta látkörét jövőmnek sötét, nehéz ködlette el. Eddig Tália vidéki papja voltam, mostantól unalmas pesti énekes. Isten veled, regényes élet, kalandok, Isten veletek. Szép élet a színészi élet, ki megpróbálta, tudja jól. És hogy én lelépek a színpadról, szívem nagyon-nagyon beteg. Isten veled, regényes élet, kalandok, Isten veletek! Igaz, hogy ottan a rózsának sokkal nagyobb tömise van, de oly rózsákat, mint ott nőnek, máshol keresni hasztalan. Mindezt szívemben igazolják két évi emlékezetek, Isten veled, regényes élet, kalandok, Isten veletek! Hát nem lesz már nekem kalandom, pedig enélkül a világ előttem untató, kietlen, egylapú nagy pusztaság. Ki egy országon átfuték, most már nyugodtan ülhetek. Isten veled, regényes élet, kalandok, Isten veletek. De sorsom egykor még ezt mondja, ha majd rám megbékülve néz, eredj, ahonnan száműzélek. Légy, ami voltál, színész. Hát, hogy itt ne, azt megígérhetem. Ide többet be nem teszi a lábát. Az biztos. Megyik úgy, hogy itt sem volt. Mi van? Hozza szét a kardokat. Hol is hagytuk el a Vörös Martiniát? Jönnek a pogány magyarok, és azt mondják, hogy hurrá!